Leélheted az egész életed anélkül, hogy felébrednél. Mindenki megmondja, mit csinálj, mi a jó neked. Nem akarják, hogy te találd meg a válaszokat. Azt akarják, hidd el, az övéket. Az élet misztérium. Ne pazarold arra az idődet, hogy megértsd. Túlságosan leköt, hogy mi volt, és hogy mi lesz. Van egy mondás. A tegnap már történelem, a holnap még rejtelem, de a ma adomány. Ha van egy álmod, ne mondj le róla. Ne higgy annak, aki azt mondja, nem vagy rá képes. Neked senkinek sem kell bizonyítanod semmit, csak is magadnak. És amin keresztül mentél, a sok szenvedés hiába való volt, ha most megfutamodsz. Ha valaki nem tud valamit, azt szeretné, ha te se tudnád. Ha akarsz valamit, tegyél érte. Ennyi. Ha mindent megteszünk azért, amit akarunk, küzdünk, megvívunk minden csatát, kinek van joga megállítani? Jogunk van ahhoz, hogy magunk döntsünk. Nem állíthatod le, mert jogunk van rá, hogy azok legyünk, akik akarunk, és azt tegyük, amit akarunk. Vannak, akik inkább a szívükre hallgatnak. És nem arra, amit mások diktálnak. Ritkán találkozni ilyen emberekkel. De ők azok, akik emlékeztetnek arra, hogy ha elindultál az utadon, ne tántorítsanak el a kétségek és gyötrelmek. Hogy jó abban hinni, hogy nincs nem tudom, hogy nincs úgy se sikerül, vagy lehetetlen. Ők emlékeztetnek minket arra, hogy jó elhinni, ha lehetetlen, nem létezik. Az út, ami boldoggá tesz, nem a végcél. Szinte minden ember átment már azon, amin most te. Ha nem kapod meg, amit akarsz, szenvedsz. Ha pontosan azt kapod, amit akartál, akkor is szenvedsz. Mert attól fogva nincs mibe kapaszkodnod. Olyan nincs, hogy semmi sem történik. Dobd ki a szemeteddel, mert a szemét az, ami elválaszt az egyetlen dologtól, ami számít. A jelentő. Nem értékeltem azt, ami volt. Habzsoltam az életet. Meg vagyok ijedve, tény. De sikerült leszámolnom a régi énemmel. Megtettem, amit kellett. Igazi harcos mindig tud meditálni, mindegy, hogy mit csinál. Engedd el a kötelékeidet. A büszkeségedet. Addig, amíg nem hiszel magadban, nem lesz saját életed. Nincs olyan, hogy kezdet és vég. Csak a tett van. Soha semmi sem marad ugyanaz. A hozzáállásotok a szívetek eszenciája. Ha az eszencia bűzlik, akkor a szívvel van gond.
azt mondtam rólad az anyádnak, a leges legjobb srác lesz belőle. Olyan srác, amilyen még nem élt ezen a világon. És ezt ígérte a gyerekkorod. Öröm volt rád nézni, öröm volt veled minden nap. Mikor eljött az ideje, hogy a világgal magad néz szembe, megtetted. De valahol az utad során megváltoztál. Már nem vagy önmagad. Hagyod, hogy az emberek azt mondják neked, hogy te nem érsz semmit. Mikor jött a neheze, elkezdtél bűnbakot keresni. Nagy árnyékot. Egy jó harcos nem tökéletes. Nem győz mindig. Nem sérthetetlen. A jó harcos nagyon is sebezhető. Ezt teszi igazán bátorra. Amikor félsz, húzd ki a kardodat. Ragad meg és kaszabolj le mindent a migától. Le a megbánással és a félelmekkel. Mindennel, ami a múlthoz köt, vagy a jövőhöz. A harcos cselekszik, csak a bolond sír. A harcos nem attól harcos, hogy feladja, mit szeret. Hanem, hogy szereti, amit csinál. Nem is tudom, mit mondjak nektek. Itt dől el minden. Apránként, lépésről lépésre meghalunk. Ez itt a pokol, uraim. Higgyétek el. Vagyis, itt várhatunk, míg a szart is kiverik belőlünk, vagy küzdhetünk, hogy kijussunk a fényre, és ott is maradjunk. Mondok valamit, amit amúgy is tudsz. A világ nem csak napfény és szivárvány. Ez egy kegyetlen, untok hely, és bármilyen tökös rác vagy, térdre kényszerítenek, ha hagyod, és soha nem engednek felállni. Senki nem tud olyan nagyot ütni, mint az élet. De nem az számít, mekkorát ütsz, hanem hogy mennyi ütést állsz ki, mikor talpon kell maradni, bírni kell a pofont, és muszáj menni tovább. Csak így lehet győzni. Ha tudod, hogy mit érsz, menj és küzd meg azért, ami jár, és közben viseld el a pofonokat. Nem utogass másra, nem mondd, hogy nem te vagy a hibás, hanem ő vagy akárki. Ez gyáva duma. És te, fiam, nem vagy gyáva. Te jobb vagy annál. Én a pályán nem segíthetek. Ahhoz öreg vagyok. Ti viszont fiatalok vagytok, és ahogy így elnézlek benneteket, eszembe jut, hogy én minden létező hibát elkövettem, amit ember elkövethet. Sikerült elszórnom az összes pénzemet. Hiszitek vagy se. Elüldöztem mindenkit, aki valaha szeretett. És a minap arra döbbentem rá, hogy nem bírok a tükörbe nézni. Az ember, ahogy öregszik, úgy veszít el dolgokat. Ez az életrendje. De erre csak akkor jövünk rá, amikor megtapasztaljuk. Ezért mondom, hogy az élet is lépésekből áll. Az életben dönteni kell. Dönthetsz úgy, hogy áldozat leszel, de dönthetsz másképp is. Fogjátok meg, és ne eresszétek el a pillanatot! Ez az igen! Mert ha egyszer el kell majd számolnotok velük, akkor tudjátok majd meg, hogy győztesek voltatok, vagy pedig vesztesek! Hogy éltetek, vagy haltatok! Legyen szó bármilyen harcról! Mindig az győz, aki mindent belead! Az élete árán is! És ha egyáltalán van értelme az életemnek, legfeljebb az, hogy én még mindig ezekért a pillanatokért harcolok.
Nekem ez az életem! A másodpercek, amik előttem vannak! De én nem küzdhetek helyetted! Ennyi a történet. Ez nem varázslat. Csak megszabadulsz attól a sok hülyeségtől, ami a fejedben. Ami azt mondja, nem vagy a lényeg. Így, amikor ott vagy, csak a gyakorlatra koncentrálsz. Érted? Nem az aranyra. Nem arra, hogy az apád mit gondol rólad. Csak a gyakorlatra. Csak arra az egy pillanatra. Az emberek rettegnek attól, ami bennük van. Pedig csak ott találják meg azt, amire szükségük van. Nem tudsz aludni. Lehet, hogy azért, mert késő éjjel, mikor minden zaj elhal, és ott fekszel az ágyadban teljesen egyedül, úrrá lesz rajtad a félelem. Azért, mert hirtelen minden annyira... üres. Nincs olyan, hogy jobb. Sose leszel jobb, ahogy kevesebb se leszel, soha senkinél. A szokás a probléma. Mindig tisztában kell lenned azzal, hogy te döntesz, hogy te vagy a felelős a cselekedeteidért. Ha majd igazán a jelenben fogsz élni, meglepődve tapasztalod, mire vagy képes, és hogy mi minden sikerül. És akkor kivételes emberré válhatsz. Mindegy, mi lesz.